Ahogy már mondtam, folytatjuk a délelőttöt, mégpedig a Szervát ültetettek téli világjátékáról fogunk beszélgetni. Itt van már velem a stúdióban a Szervát ültetettek szövetségének elnöke, Berente Judit. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm, és gratulálok az elért eredményekhez. Mindjárt majd rátérünk ezekre is, de talán kezdjük általánosságokban, hogy mikor, hol rendezték meg ezt a világjátékot? Az elmúlt héten ért véget Svájcban, Anzerben a Szervát ültetettek 10. téli világjátéka. Ez a mi legnagyobb téli rendezvényünk. Hát a létszáma sokkal kisebb, mint a nyári játékokon, de hát ugye ez adódik abból, hogy vannak olyan helyek, ahol lehet téli sportokat űzni, és van olyan, ahol nincs. 24 ország részvételével sikerült megrendezni, és egy olyan 200 résztvevő volt a játékokon. Jubileumi volt, tehát 10. volt a magyar csapat, mindig részt vett ezeken a téli világjátékokon, vagy mióta vagyunk rendszeres résztvevők? Igen, a legelejétől fogva. Én azt gondolom, hogy olyan szerencsés helyzetben volt a magyar csapat, hogy a magyar szervezet az egyidős a világszövetség alakulásával, mert 30 éves volt tavaly a magyar szervát ültetett sport Magyarországon, és 1987-ben alakult meg a világszövetség is, így kezdetektől fogva be tudtak kapcsolódni azokba a kezdeményezésekbe, amik később jöttek, és hát a téli világjátékok egy kicsit később indult, mint a nyári. Mennyien vettek részt a magyar csapat részéről? 8 sportolóval vettünk részt, illetve 3 hivatalos kísérővel, és hát jött még egy szurkolói tábor is, akik ott erősítették a magyar csapat lendületét. Hogy kell elképzelni, hogyan lesz valaki szervát ültetett sportoló? A szervát ültetés előtt is már mondjuk aktívan versenyeztek akár a résztvevők? Hát van ilyen is és olyan is. Aki szervát ültetés előtt sportolt, az többnyire folytatja szervát ültetés után is, hiszen hát a sport az egy életforma, és aki így kezdte, az így is folytatja, és van is lehetőség a körünkben mindenféle sportok gyakorlására. Mennyire kell ilyenkor mondjuk visszavenni a sebességből, vagy az intenzitásból? Hát vissza kell venni a sebességből, intenzitásból, tehát gyakorlatilag egy sokkal fokozatosabb felkészülés, sokkal fokozatosabb edzésmunka, és a sportágaink is úgy van, tehát a sportágaink szabályrendszere is úgy van összeállítva, hogy ugyanazok az ágak szerepelnek például az Alpesiben, mint a rendes alpesi világbajnokságon, csak sokkal rövidebb távokon, vagy sífutásban is például a 3 kilométer az 1 órás verseny, 5 kilométer a férfiaknak, amik távok vannak, tehát ilyen extrém hosszú távok nincsenek. Beszéljünk akkor a sportágakról, ugye téli világjátékról van szó, tehát a hói a főszerep, de mégis milyen sportágakban versenyeztek? Hát északi és alpesi számok vannak, tehát lesiklásban van szlalom, óriás szlalom, szuperóriás, és mindez ugyanez snowboardban is, illetve alpesi számokban van 3 km sífutás, 1 órás sífutás és biatlon, és azoknak, akik nem síelnek, azoknak pedig néhány évvel ezelőtt behozták a snowshoeingot, ami ugye ebben a hócipőben való gyaloglás, én nem is tudom, ennek talán nincs is magyar megfelelője, de ez a nagy hócipő, ami nem süllyed le a friss hóban sem, és 1 méteres hóban is lehet benne futni és menni, hát elég megterhelő egyébként, főleg, hogyha ezt egy nagyon meredek terepen kell fölfelé megtenni, és ennek is van csapatversenye is. Gyakorlatilag a tájékozódási futáshoz hasonlít. Mindez hóban. Mindez hóban, igen, és ebben a hócipőben. Beszéljünk akkor például az ön számairól, mert egy fantasztikus eredményeket érte. Biatlonban például aranyérmes lett, és azt láttam, hogy 1 órás sífutásban pedig ezüstérmes. Ezekhez először is szívből gratulálok, de ezek is hát nem éppen könnyű számok, tehát itt is a fizikumot, az állóképességet rendesen megterheli. Igen, tehát a fizikumot nagyon megterheli, és idén nem is nagyon sok lehetőségünk volt havon edzeni, úgyhogy a konditermi edzések vitték a főszerepet, és hát azt gondolom, hogy az alpesisek el tudtak menni, velük ők elmentek Stalkmárton edzőtáborozni 1-4 napra, ott Stalkmártonnal a Sí-szövetség szövetségi kapitányával készültek, és hát
a hazai körülmények között, amit lehet, azt megteszünk, illetve hát nyilván havas órák azok sokkal kevesebbek, mint mondjuk a nyári, tehát a nyári sportágban sokkal jobban fel tudunk készülni. De mondjuk a 24 országból azért biztos voltak svájciak, osztrákok, nem tudom, szlovének, azért őket lekörözni, itt mondjuk az 1014 méter magas hegy csúcsunkkal azért valami? Igen, tehát az alpesiseknél ott azt mondom, hogy a mezőny is jóval nagyobb volt, és nagyon büszkék vagyunk azokra a helyezésekre, amelyek 5., 6., 10. hely. Tehát azt gondolom, hogy ezek azért szép eredmények, hiszen az élvonalban természetesen Svájc, Ausztria, Franciaország, USA végzett, és hát utána következtünk szorosan. Én azt gondolom, hogy ez elég szép helytállás. Fantasztikus, igen. Ön is vese transplantált, korábban is sportolt, vagy korábban is jelen volt az ilyenfajta mozgás az életében? Igen, én mindig sportoltam, és testnevelő tanárnak is készültem, csak akkori egészségi állapotom miatt nem, bár megfeleltem a felvételi vizsgán, de végül is eltanácsoltak. De aztán végül is valahogy csak itt kötöttem ki egy sportszövetség élén, úgyhogy én azt gondolom, hogy a szervát ültetéssel új lehetőséget is kaptunk arra, hogy azt, amit előző életünkben talán elvesztettünk, azt itt meg lehet találni azoknak, tehát meg lehet találni ebben is az új, tehát egy új formát, egy új módot, de meg lehet találni az értelmét. A mozgásnak milyen szerepe van akár itt mondjuk a rehabilitációban nagyon sok, is? Nagyon sok. Tehát, hogy mi a képzett beteg programjainkban, amit minden centrumban, minden transplantációs centrumban tartunk, mindig egy félnapos program maga az életmód, illetve az élet, a szervátültetés utáni rendszeres testmozgás és a sportolás, illetve a táplálkozás, ami szorosan hozzátartozik, hiszen a szerv túlélés gyakorlatilag 30%-kal lehet növelni egy heti, többszöri rendszeres fizikai aktivitással, és ennek nem kell feltétlenül versenysportnak lennie, ez lehet bármi, amit egy szervát ültetett a lakóhelye közelében el tud érni, ez lehet jóga, ez lehet nordic walking, bármi, csak rendszeres legyen. Hogyha valaki nem mozgott a szervát ültetés előtt, akkor utána hogyan kell ezt elkezdeni? Vagy milyen intenzitással kezdje? Hát, fokozatosság, igen, tudom. Fokozatosan, kis lépcsőkben, de az lenne jó, hogyha ez a terhelés rendszeres lenne. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy azok, akik transzplantáció előtt nem mozogtak, nem sportoltak, elég nehéz elérni azt, hogy életmódot váltsanak, és rendszeresen mozogjanak, illetve tegyenek az egészségükért. Vannak azért nagyon jó példáink, mert látják a lehetőségeket is, hogy lehet csatlakozni egy közösséghez, egy nagy hazai, illetve nemzetközi közösségnek lehet a tagja, ami azt gondolom, hogy azért elég vonzó. Magyarországon mennyire elterjedt ez a fajta életmód vagy mozgás? A szervát ültetettek között? Hát mi mindent megteszünk érte, hogy ez minél elterjedtebb legyen. Magyarországon jelenleg körülbelül egy ilyen 5000 szervát ültetett él, nincsenek pontos adataim, de azokból, hogy hány beteget gondoznak, és hát ennek körülbelül a 10%-át tudjuk a mi közösségünkbe rendszeresen bevonni. Ami, hogyha a magyar átlag, tehát ha a magyar más egyéb átlagot nézzük, azt gondolom, hogy nem rossz eredmény, de hát van még mit tenni ezen a területen. És mondjuk külföldi országokhoz képest, mondjuk ha akár ezt a résztvevő 24 országot nézzük, itt ugye az Egyesült Államokat említette, igen, de gondolom más nagy európai országokban, ott mennyivel másabb a helyzet, jobb? A helyzet, többen mozognak? Igen, igen, de hát ez azt gondolom, hogy abból is adódik, hogy egy holland vagy egy osztrák népességben azért a sport, ha bár nálunk is azért már egyre népszerűbb a rendszeres sport és testmozgás, hál' Istennek ezeknek a futófesztiváloknak, meg sok olyan nagy tömegsportrendezvénynek, ami vonzza az embereket, de igen, azt gondolom, hogy sokkal jobb az egészségi állapotuk. Beszéljünk még egy kicsit a versenyről és a kategóriákról. Itt a magyar csapatot is elnézve van köztük vesetranszplantált, kombinált, máj és vesetranszplantált, szívtranszplantált, csontvelő. Ők mind egy kategóriában indulnak, vagy akár a biatlonon belül is meg van osztva, hogy mondjuk külön a vese, külön a szív? Nem, egy kategóriában indulnak, és korosztályosak a versenyek. Tehát 10 évenként váltanak a korosztályok. Én azt gondolom, hogy ha nagyon sok kategória lenne, akkor gyakorlatilag nem lehetne megrendezni a versenyeket, mert olyan sok kategória, hogy alig lenne benne induló. Hanem mind a téli, mind a nyári világjátékokon úgy van, hogy minden transzplantált egy kategóriában indul, de korosztályosak a versenyek. A magyar csapat átlag életkoráról elárulhatunk valamit?
Fiatalok, vagy inkább idősebbek? Hát én azt gondolom, hogy a 40 körüli volt a kategória, a 40, nem számoltam ki az átlag életkort, de volt fiatalabb versenyzőnk is, olyan, aki először vett részt, és nagyon szépen szerepelt lesiklásban, kőműves utca személyében, illetve hát 40-es és 50-es korosztály volt kint főleg. És ilyenkor már januári időszakban elkezdik a nyári világjátékokra a felkészülés? Persze, tehát az is megy folyamatosan, de most az idénnek nem világjáték lesz, hanem Európa-bajnokság. Tavaly volt Malagában a világjátékunk, idén pedig Szardinián lesz az Európa-bajnokság, és igen, már megkezdtük a felkészülést. És a szövetség mivel készül még a 2018-as esztendőre, akár ha mondjuk a tavaszi időszakot vizsgáljuk? Hát megvan, mind a sportprogramunk megvan, több mint 40 versenyünk lesz az év folyamán, tehát az azt jelenti, hogy majdnem minden hétre jut egy. Lesz edzőtáborunk, ami felkészít az Európa-bajnokságra, illetve az Európa-bajnokság hete, és a betegedukációs programjaink is megvannak, mint mondottam, minden centrumban lesz betegedukációs program, amit úgy hívunk, hogy képzett betegprogram, illetve a trapi napok szeptemberben, ami pedig a legnagyobb rendezvényünk az évben. Nagyon szépen köszönöm, Judit, és szeretettel gratulálunk az eredményekhez, további jó munkát kívánunk. Köszönöm én is a meghívást.